Sziasztok! Tisztelettel üdvözlök mindenkit a Youtube csatornámon. Gondolom, hogy mindenki ismeri a Videománia Youtube csatornát. Valami 1.700.000 700 000 feliratkozója van, és egy Dancsó Péter nevezetű úriember üzemeltet ezt a csatornát. Ennek a csatornának a témája ilyen karikatura, humoros jellegű videók. Kisebb, nagyobb, netcelebeket, vagy sztárokat, enyhén fikáz és készít róluk ilyen karikatúra jellegű videót. Ezekkel a videókkal szórakoztatja a nézőit. Én is ö, fel vagyok iratkozva ö, a csatornára, a Videománia csatornára, és ö, mikor időm akad, akkor én is végig szoktam nézni ezeket a karikatúra jellegű videókat, és mindig jókat nevetek rajta. A mai napon egy ö, remek videót gyártott a Videománia ö, csatorna, és ö, egy olyan bő 10-15 percet nevettem a videó. A videó MC Istiről ö, készült, enyhén szétfikázta, és ö, enyhén vagy enyhe karikatúra jellegű ö, videót gyártott a Miskolci fikáról. Nézegettem a, videót, és vagyis bocsánat, néztem a videót, és a videó közepén megtaláltam saját magamat is. Vagyis a Videománia csatorna az én flexelős videóimat is belevágta az ő videójába. Ha valakit érdekelnek ezek a flexelős videók, mert a, a csatorna ilyen 15-20 másodperceket vágott csak bele az ő videójába. Ha valaki meg szeretné nézni ezeket a flexelős videókat, akkor meg tudja nézni az én csatornámon. És ö, előre ki szeretném jelenteni, hogy ezek a videók nem azért készültek, hogy én mutassam, hogy én megmutassam a nagy közönségnek, hogy milyen jól élek, vagy mennyi pénzem van, hanem azért készültek, hogy a, Misk a Miskolci, Bohóc, MC-Isti, vegye észre magát, és ne flexzen az üres üttővel, és nem utogassa az 1.75-ös coca cola stb. Ahogy szokás mondani, kinek nem inge, ne vegye magára ezeket a videókat. Végignéztem a videót, egy 10-15 percet nevettem ezen a videón, és ez a videó engem pozitívan meglepett. Most tudom, hogy az emberek azt várják, hogy én beleeljek ebbe a videomániás gyerekbe, fikázom, degradáljam, anyázzam, fenyegessem, vagy reakció, vagy reakciós videókat gyártsak róla. Nem fogom fikázni, és nem fogom anyázni, vagy degradálni, hanem meg szeretném neki szépen köszönni, hogy megelmitette az én nevemet a, videóba, és belevágt az én kis flexelős videóimat az ő videójába. Ezzel nekem nézettséget és feliratkozókat szerzett a Youtube csatornámnak. Most, hogy ez a videó negatívan vagy pozitívan fog hatni rám, ezt dönts el a nagy közönség. Minden reklám jól jön, és nagyon megtisztelve érzem magam, hogy egy ekkora nagy youtuber, mint a Dancsó Péter engemet megemlített a videójába. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és ezentúl is követem a munkaságodat, nagyon jó videókat gyártasz. Nagyon sokat szoktam nevetni a videóidon. Erőt, egészséget kívánok neked, erőt, egészséget kívánok a követőimnek, minden jót, kellemes hétvégét, mert ez a videó pénteken készült. Sziasztok!